Jó fél éve mutattuk be önöknek a Mátra verebélyi modellt. Ugye ott a polgármester asszony önfenntartásra buzdítja a falusiakat. Akiknél kikapcsolták a villanyt, azok speciális áramfejlesztő biciklivel tekerhetnek maguknak fényt és meleg vizet. A példa egyrészt ragadós lett, másrészt sok helyen az áramszolgáltatók megelégelték a behajthatatlan tartozásokat, és előre fizetőssé tették a villanyórákat. Monoton csipogás tölti meg ezt a komlói házat. A vékony hang közeledő veszélyre figyelmeztet, hamarosan elsötétülhetnek a lakások, nem lesz világítás és nem lesz meleg víz. Országos szinten már több mint 140 milliárd forint a közüzemi tartozás. A legnagyobb hátralék a villanyszámlákból jött össze. Közel 2 millióan csúsztak meg a fizetéssel. A kilátástalan helyzetben felbukkannak kreatív megoldások is. Napi 10 perc tekeréssel az egész napi világításunkat meg lehet biztosítani. Senkinek nem jó ez az óra. Orsos Éva nem érti, miért kell előre fizetni a villanyszámlát, miért nem lehet minden úgy, mint régen. Mennek a hűtők, mennek a tévék, mennek minden, és nem jó. Hát de nézze, amennyi áramot valaki fogyaszt, azt hát kell kifizetni. A probléma nem volt abból, hogy nem fizettük az áramot. Komlón ebben a társasházban néhány hónappal ezelőtt új időszámítás kezdődött. Eljött az előrefizetős villanyórák ideje, vagyis mindenki annyi árammal gazdálkodik, amennyit előre kifizet. Ha nincs pénz, nincs villany se. Hogy lehet a fizetéssel? Már csipogt? Hogy megőrült ez a csipogás. Karányos János éppen vadonatúj feltöltős villanyóráját mutatja. Rezzenéstelen arccal tűri az állandó csipogást, ami arra figyelmeztet, hogy pár nap is elfogy az áram. Ha nem akar sötétben ücsörögni, akkor újabb adagot kell vennie. 7,98. Ez mennyi napra elég? Hát ez körülbelül, ha takarékoskodunk, egy hétre elég lesz. És a takarékoskodás az mit jelent? Tehát, hogy... Keveset tévézünk, világítás olyan, hogy energiatakarékos égők vannak bent, és tehát nappal nem kell, este meg keveset világítunk bele. A szolgáltató azt mondja, hogy itt már tarthatatlan volt a helyzet, alig fizetett pár család, a tartozás milliós volt, ezért nem hitelezett tovább. A jövőben a többség csak akkor kap áramot, ha előre fizet. Akkor, hogyha valaki feltölti, akkor egy kódot kap, amit egyszerűen meg kell itt a kezelőlapon billentyűzni, és már is aktiválódik az újabb összeg, és avval megnövelve látszik a rendelkezésre álló energiamennyiség még. Most az egész ház egy végtelen csipogás, mert a többségnek csak pár ezer forintos feltöltésre futja. A szomszéd lépcsőházban ugyanez a helyzet. Kivéve, hogy ott van, aki kifejezetten örül a változásnak. Ilyen például Kun Péter is, aki most úgy érzi, valami újat tanult. Ez pedig a spórolás. Ez mit jelent? Hát úgy, hogy például mondjuk, ha bemegyünk a szobába, akkor a konyhában nem ég a villa. Konkrétan. Azok előtt meg azért mégis úgy hagytuk. Új programja is van a családfőnek, megpróbálja kicselezni a villanyórát, és még azelőtt feltölteni, mielőtt elkezdődne az idegtépő csipogás. A családfő most is tölteni indul, vele tartok, de előtte még leugrunk a pincébe egy vödör vízért, mert itt a vízművek sem hitelez tovább, a vízért is előre kell fizetni, de hogy mégsem maradjon teljesen víz nélkül a ház, a pincében nyitottak egy ingyenes, közös csapot. Sokan most erre úgy járnak, mint régen a falusiak a kútra. Mire használják az innen felvitt vizet? Hát konkrétan vannak olyanok, akik többnyire mindenre használják, akinek kell. Nekem például úgy szoktam használni végig is, most úgy megteltem, hogy spórolok arra, hogyha mosok, meg esetleg mosogatunk. És ki fizeti ezt a vízfogyasztást? Azt én nem tudom. A mosást már nem várjuk meg, indulunk áramot venni. A szakadó esőbe pekhünkre zárva a töltésre kijelölt trafik. Hát rossz hírem van, zárva van. Ez a mi formánk. Van még egy másik trafik is, ahol árulnak áramot. Rohanunk, csak reménykedünk, hogy nyitva lesz. Tartozások terén nem csak családoknál rezeg a léc. Gacsájon az egész falu krízis helyzetben van. A nagyjából 3 millió forintos közüzemi tartozások miatt a polgármesternek drasztikus döntést kellett hoznia. A falu iskolájába költöztette az óvodát és a saját hivatalát is. Azt ugyanis mindenképpen fűteni és világítani kell. Hát így került a hivatal polgármesterestől mindenestül az iskola szolgálati lakásába. Van egy kis félfogadó, és egy fürdőszoba, hát igen. Valamikor a
lakás időszakban a konyha szerepét töltötte be. Az a spánc. A két szobakonyhás lakást hamar belakták. A polgármester most a korábbi hálószobán osztozik a jegyzővel. Totális csődhelyzet. A falu tortúrája már tavaly elkezdődött, amikor lekapcsolták az áramot. Akkor benzines áramfejlesztővel működtették a hivatalt, a számítógépeket és a nyomtatókat. A helyzet viszont kezdett eldurvulni, lépniük kellett. A hideg idők beköszöntével már ugye azt mondtam is, hogy kabátba dolgoztunk, de hogy egyre jobban romlott az időjárás, ezt már kabátba sem lehetett elviselni. A polgármesteri hivatal most üresen áll. Petra András szomorúan kalauzol a kihalt szellemházban. Megmondom őszintén, nagyon fáj a szívem, amikor visszajövök ide, és akkor visszagondolok a régi szép időkre, akkor, amikor tényleg itt zavartalanul tudtunk dolgozni. De az nem volt elég, hogy a hivatal az iskolába költözött, ide cuccolt az óvoda is. Az óvisokat is megviseli a változás, az iskola menetrendje ugyanis nincs rájuk tekintettel. A csengő az óvodai csendes pihenő alatt is megszólal. A legszomorúbb az egészben, hogy a teljesen felújított óvodát kellett otthagyniuk. Nem tudom mit tenni. Nem meglepő, hogy a falu lakói közül is sokan előre fizetős villanyórákat kaptak. Pont mint a komlói Kumpéterék. Vele nagy nehezen találunk egy másik trafikot, hogy végre vehessünk néhány kilovatt áramot. Egy feltöltést szeretnék, hogyha lehetséges óra. Egy perc és kezünkben a kód, indulunk tölteni. Azt mondta, hogy ha neten fel akarom tölteni, akkor csak be kell pittyegni, nem? Ezeket. Hát akkor pittyegni. És akkor itt van, pittyegni. Péter még nem profi feltöltő, én meg most csinálom először. Nincs ez egy leírás? De van. Akkor ezt hozzam el ki, nézzük meg. Jó. Megvan, itt van érvényesítés, 6 lépésben. Az áramfeltöltő gyors talpaló után újból neki kezdünk. Felugrott, nézze meg, 125. Ha kicsit nehezen is, de összejött. Közben befut a polgármester is, aki az egyik legjobban működő módszernek tartja az előrefizetős órákat. A mi önkormányzati rendeletünk lehetővé teszi azt, hogy ne segélyt adjunk az embereknek, hanem a villamos, a vizes kártyáikat töltsük fel, és tényleg alapvetően természetbeni juttatásban részesítsük őket. Ennyi bújjon kérem, ha nem kell félni a hátsó kerét, bekapcsolom itt a falusimet. Szántó Zsolt nem várta meg, míg nála is csipogós villanyórákat szerelnek fel. Különleges biciklit épített, amely izomerővel állít elő áramot. Most a barátja Kerelmi a műhelyében állította le a villanyszámlát. Sok háztartás igényelni ezt a szobakerékpárt, csak hát nincsen nekik annyi pénzük sem, hogy egy darab kábelt megvegyenek hozzá. Ez mondjuk mennyibe kerül ez a bicikli? Hát így össze-vissza generátort lehet kapni mondjuk 4000 forinté, egy kiszuperált biciklit szerintem ajándékba is lehet kapni. Egy bontott autó akkumulátori szerintem 3-4 ezer forintot többet nem kérnek el. A legnagyobb pénz a inverter. Hát körülbelül ilyen 15 ezer forint. Ilyen áramtermelős biciklik már működnek másutt is. Például a szintén anyagi gondokkal küszködő Mátra verebélyen. A jó példa ragadós. Nagyjából 20 ezer forintból Zsolt 3-4 óra alatt rak össze egy ilyen bringát, ami ennek a kis garázsnak egész estére biztosítja a világítását. 10 perc tekeréssel az ember egy 4-5 órás éjszakai műszak világítását meg tudja oldani. A havi megtakarítás itt 1-2 ezer forint, de Zsolt azt mondja, egy egész házat is fel tud árammal tölteni, akkor viszont 10 ezer forintra is rúghat a megtakarítás. Mindenki másképp próbál faragni a költségein. Van, aki összeköltözteti a fél falut, van, akit csipogás kényszerít spórolásra, és van, aki teker azért, hogy kevesebbet fizessen. A végeredmény minden esetben ugyanaz, kisebb összeg a sárga csekken, ami végül is a közérzetre is jó hatással van. A TV2 naplójában Mió Anna Mária riportját látták.